A Balatonfelvidéken található, alig 500 lakosú Aszófő az elmúlt években jelentősen iparosodott. 2019-ben kezdődik itt Aszófőn a jelentős iparosodás, méghozzá egy útépítéssel, amit úgy veszünk észre. Egy erdei ösvényből gyakorlatilag porosmúrával elkezdik felszórni, kiszélesíteni, és erdőt vágnak, a patakon hidat építenek. Mi kijövünk, megkérdezzük a környékbeli lakosokkal, hogy mi történik itt, majd azt mondják, hogy itt hát utat építenek, a Molnár Beton betonkeverői és anyagszállító kamionjai számára. Hívtuk a polgármestert, megkérdeztük, hogy ez hogy történt, ő rögtön elmondta, ó, hát ne féljünk, itt nem lesz semmi, egy év múlva itt se lesznek, 5 kamion per nap. Ugye ez, előre megyek a történetbe egy kicsit, ez azért 50-100 lett naponta, gyakorlatilag egy porosmúrva úton, beporolva az egész falut, hanghatás, rászkódás, por, szennyeződés, tehát nem tudom elmondani, ez valójában ez milyen, amikor két kamion itt ezen az egyságos úton találkozik. A legutóbbi közmeghallgatáson, ami tavaly decemberében volt, Molnár Beton, ami tavaly decemberében volt, ott ugye elhangzott, hogy ezen a területen, tehát a zöld hulladék feldolgozó alatt ti területeket fogja az önkormányzat kijelölni a helyi fiatalok számára olcsó telkeknek, hogy itt tudjanak letelepedni. Hát köszönjük szépen ezt a hatalmas gondoskodást. A fiataloknak szánt telkek csáberejét alig, hanem jelentősen csökkenti, hogy a közelmúltban két másik gazdasági létesítmény is ide települt. Bizony ott, ahol még jó pár évvel ezelőtt lovakat etettem az unokáimmal, ott azt kellett látnom, hogy szeméthalmok, WC-csésze és minden egyéb. Ez most úgy néz ki, hogy mondjuk 3-4 méter magasan vannak a kupacok, a nagy része elterítve a földön, tehát gyakorlatilag így emelkedik szépen a szint, és emelkedik a sítnek a magassága. Ez egy bérelt terület, azt kell tudni róla. Tehát ez mind bérelt területen zajlik, mind a betonkeverős cég, mind a sitlerakós cég, és akkor még harmadikként oda költözik a kettő közé egyébként, mennyire oda illenek egymáshoz, még egy húsüzem. Na, hallottam arról, hogy létesült egy csirkefeldolgozó üzem. Ami ugye nem nyílt meg soha, bocsánat az iróniáért, de hát hogy mennyire nem odavaló egy húsüzem, egy betonüzem és egy sitlerakó közé. Bár a húsfeldolgozó üzemépítése a koronavírus járvány miatt félbemaradt, a közel 1 milliárd forint EU-s támogatást kapott beruházás vélhetően meg fog valósulni. Hát itt járunk a Pécsei úton, ez a Balaton utcának a folytatása. Ez az Öreghegyi Riviera, az Öreghegyjel, ennek a felénk az útig eső része, ez az Aszófői vízbázis. Itt a jelzése is, és gyakorlatilag végig Natura 2000-es fokozottan védett terület. Emögött, az ipari terület mögött van Magyarország egyetlen olyan téltemető területe, ahol 50x300 méter hosszon több tízezer, százezernyi sárga virágú téltemetőt lehet látni olykor-olykor február-március körül. Az aszófői beépítés azonban nem áll meg a betonüzemnél, a húsfeldolgozónál és a sítlerakónál. Lesz itt egy faaprító üzem is. Így, ha jövünk lefele a falu közül, ugye nagyjából az Öreghegynél jóval lejjebb, tehát itt az a villanytelep magasságáról beszélünk ott, ott pedig lenne ez az úgynevezett apríték üzem, vagy minek hívjuk, mindegy, ők zöld hulladék feldolgozónak hívják. Mi ezt a fogalmat nem találtuk meg, tehát a tevékenységét tekintve ez egy ipari üzem. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a zöld hulladék feldolgozó üzem létesítéséhez hatástanulmány készítésére nincs szükség, mert eredetileg a földterület mezőgazdasági minősítésű jelenleg, és miután ebbe belefér az, hogy néhány traktor időnként zajt csinál,
szerintük a zöld hulladékfeldolgozó sem fog ennél nagyobb zajt csinálni, mint egy aratógép vagy egy szántógép, amivel nyilván mi nem értünk egyet, de szerintük nincs szükség semmiféle hatástanulmányra, mert a lakosságot ez nem fogja különösebben érinteni. A Szófő önkormányzatának a zöld hulladékfeldolgozó miatt módosítania kell a helyi építési szabályzatot. Emiatt a polgármester moderálásával lakossági fórumot tartottak. Kezdetektől fogva én úgy gondolom, hogy maximálisan olyan hozzáállást próbáltam a részemről produkálni, hogy mindenféleképpen szerettem volna a helyiek, illetve az itt lakóknak az érdekeit szem előtt tartani. Gondolok itt zajvédelem, porvédelem, bármi ilyen ártalomnak a kiküszöbölésére, mindenféleképpen úgy tájolnánk, illetve úgy építenénk ezeket az épületeket, hogy maximálisan a zaj ne a falu irányába jöjjön. Hát mondjuk menjen föl Bécsei fele, vagy bárhol máshol. Van ennek elég sok módja is, uram, 2022-t írunk. Illetve annyit még hozzátennék, hogy vastagságtól és mérettől függően, tehát nyilván nem csak az ilyen kis ujjam méretű faágok kerülnének ide bele, a nagyobb átmérőjű faanyagot szeretnénk visszatáplálni a lakosságnak. Nyilván ez pénzért fog történni. Tűzifa értékesítést is terveztem ebbe az egészbe. Én tényleg szeretném, hogy ami ott bejön, azt mi feldolgozzuk, és kimenjen. Kis Dávid üzleti modellje tehát a következő. Begyűjti a lakossági zöld hulladékot, kiválogatja belőle a fát, szárítja, aprítja, majd pénzért eladja újra a lakosoknak. A helyiek közül ez sokaknak mégis tetszik. Így ugyanis megszabadulhatnak végre a felesleges zöld hulladéktól.